Neked régebb óta nincs ugye párkapcsolatod. Miért? Valahogy úgy alakult, hogy amikor felköltöztem Pestre, azóta nem volt olyan lány, akivel tényleg ilyen gyengédebb szálak fűztek volna egymáshoz. Valahogy nem alakult ki, nem tudom miért. Milyen neked a tökéletes lány? Tökéletes? Ha van egy szerintem... lehetően, hogy tökéletes. Nézd. Mi fontos neked egy lányban? Hát egy lányban a... nagyon fontos a megbízhatóság, szintén mint mondjuk egy barát van, ez szerintem nagyon fontos, meg az őszinteség, meg hogy jól kijöjjünk egymásra. Szerintem vannak emberek, akik alapvetően lehet, hogy most sokat vitatkoznak, de nagyon jól kijönnek egymással. Mm-hmm. És ez vagy van, vagy nincs. És hogyha van, akkor az tök jó. Két közegben mozgok körülbelül a színházban, meg úgymond a popszakmában, ugyanazokkal az emberekkel találkozom mindig. Amikor néha eljárok szórakozni, akkor esetleg találkozom új emberekkel, és valahogy nem hozott még össze a sors olyannal, akivel összejöttem volna komolyabban. Nem az, hogy nem keresem, vagy nem az, hogy direkt elkerülöm az, hogy nekem legyen barátnőm, de valahogy most annyi dolgom van, hogy lehet, hogy talán még bele se férne az időmbe, hogy egy barátnőm legyen. Nem tudom, biztos eljátszottál már a gondolattal, hogy inkább szakmabeli barátnőt szeretnél, vagy inkább egy civil barátnőt? Tehát mit képzeltél elég magadnak? Hát ez nagyon érdekes kérdés, mert mondjuk, hogyha az ember megismerkedik egy úgymond civil emberrel, akkor hogyha mondjuk ismer engem, akkor már alapvetően van rólam egy véleménye. Vagy lehet, hogy mondjuk találkoztam már olyan lányjal, aki csak azért jött el velem találkozni, mert mondjuk én vagyok a Brass Bence, vagy mert szereplek a tévé, és ez nagyon gyorsan lejön. Aki a szakmában van, talán azért más, mert megértő, jobban tudja azokat, hogy a dolgok hogy működnek. Mondjuk, ha megcsókolok egy lányt a színpadon, akkor nem az van, hogy nem beszélünk két hétig, mert én másnak a fenekét fogdosom, vagy a mellét csókolgatom, vagy bármit csinálok a színpadon, akkor ezért megsértődik. Meg nyilván tudja, hogy mennek a dolgok, kinek mennyi ideje van, mennyi elfoglaltsága jár mondjuk egy szerep bepróbálása, kialakítása, vagy az, hogy mondjuk az ember eljár a műsorokba fellépni, de ezt ugyanúgy megértheti egy civil lány, és a lényeg tényleg, hogy olyat találjon az ember szerintem, akivel jól kijön. Na jó, miatt rátérnénk a színházra, mert már tényleg sokszor említetted. Ha jól tudom, még van egy nagyon kedves kis dolog, amit elhoztam, és amit találtam most itt pakolás közben. Mi igen, ezt a 18. születésnapomra kaptam, a tesómtól és az egyik barátnőmtől. Ami konkrétan egész kiskoromtól mutatja, hogy cseperedtem fel egy csomó mindent. Itt a tesómmal, például a nővéremmel, Eszter, aki amúgy ugyanígy néz ki, csak nagyobban jelenleg. És amúgy, ha jól tudom, akkor vannak benne ilyen színházas fotók is. Régről még? Igen, régről. Ez körülbelül hát 18 évesen kaptam, tehát egészen két évre visszamenőleg. Még mindig ilyen kiskori, amúgy szemüveges voltam, ezt keveset tudják, és gombahajam volt. Ez ilyen ovis kép, itt ha jól tudom, sírtam, amikor fényképeztünk, mert féltem a fényképező évtől a számomra ismeretlen okok miatt. Bátor gyerek volt, Már akkor is. Hegedültem 6 évig. Ne őrizd meg! Felfelejtettem mondani. Ő Klári néni a hegedű tanárom, aki sajnos már meghalt. Ő volt a hegedűm. Uh-huh. És nagyon jól ment, voltam versenyeken is, meg minden. Na. Csak lusta voltam, és körülbelül például a vizsgámra úgy mentem be, hogy ott játszottam le kottából a dal, de mondjuk 4-es, 5-öst kaptam mindig. Úgyhogy itt beöltöztem egy lánynak, édesanyám ékszereivel, ezt nem mutatom meg. Itt egy, nem tudom, nagyon nagy pontyot kapás, kaptam. Óriás kapás! Igen, horgászni jártam az osztálytársaminak volt egy halastavuk, és oda jártunk horgászni. Tehát ott könnyebb volt azért halat fogni. Na, ez például az Orfeum, azt hiszem az volt a címe. Ez olyan dalokból állt, mint például a Hambadó cigarettavég, vagy van egy ilyen dal, hogy ha ma nem kislányok miatt van, hogy egy új trükk van most divatban. Ilyen régi meseautó, ilyen dalokból rakták össze. Ezt te vagy, Bence, csak nem akartalak megszegíteni. Azt igen. A mindenit. Ez egy egész érdekes darab volt, amiben amúgy édesanyám is szerepelt, bár ő nagyon nem szerepel. Tényleg alig lehet felismerni téged. Hogy anyukád is szerepelt benne? Azért szerepelt benne, mert szükség volt statisztákra a háttérben, és anyukámat nagy nehezen rávettük arra, hogy szerepeljen, és itt a háttérben látszik is, ahol szivarozom, a piros ruhában ő anyukám, de nem, igazából bement és kávézott. Ez volt a szerepe végig, mert ez egy kávéházban zajlott ez a történet. Anyukád amúgy mivel foglalkozik? Ez érdekes, ő kereskedelmi ügyintéző, tehát senki olyan nincs a családban, aki
úgymond művészi pályán tevékenykedne, vagy énekelne, vagy színészkedne, vagy bármi, én vagyok az egyetlen, én vagyok a fekete bárány. Még amúgy szeretnék magamra nagyon jó képű képeket, felvételeket mutatni. Már itt is látszott, hogy milyen jól nézek ki, és... Melyiken, mert én semmiken nem látom. De amúgy nem dohányzom. Ó, na itt már hasonlítok. Itt már hasonlítasz most önmagadra, igen. Magamra, igen. Igen. Ez a Valahol Európában című musicalben volt, a Staub című szám, ami ugye arról szól, hogy milyen jó a cigi. Úgyhogy... Staub. Igen. Itt amúgy anyukámmal vagyok. Ez volt az Orfeum. Aha. Ahol anyukám a háttérben. Statiszta. Igen. Szerepelt. Itt táncoltam, itt pedig a macska voltam. Ő Kata, nagyon jó barátnőm, tőle is a tesómtól kaptam ezt a könyvet. Amiben minden benne van. Itt a végén, Rambó. Rambó, igen. Ah. És ilyen nagyon jókedélyi fotók van. Szóval ez van még, amit találtam a költözés során. Most pedig újabban ugye az Operett Színházban kaptál lehetőséget. Mesélj nekem erről egy picit. Igen, hát ugye én oda járok iskolába, a musical stúdióba. Aha. És a Miss Saigon című musicalben ilyen musical tuttiként szerepeltem. Viszont most a Rómeos... Az még pontosan? Az mit jelent? A musical tutti azt jelenti, hogy kisebb statiszta szerepek, kórus, tehát olyan, mint a... Tehát mondhatjuk rá, hogy statiszta, de amúgy ez nem a statisztálás, amit a musical tutti csinál, mert mi énekelünk, táncolunk, játszunk, vannak kisebb jeleneteink, és ezt jelenti a musical tutti. Istenem, ezt jött John! Ugye Kriszt küldte önt? Már csak én, akkor van egy csendes nyugodt hely! Vidd a kezed is! Hadd békén! Illetve most a Romeo és Júlia című musicalben próbálom Mercutio szerepét, ami rettentő nehéz nekem, mert soha nem szerepeltem még ugye a Miss Saigonon kívül ilyen jellegű produkcióban, élő zenekar van, élő kórus, rengeteget kell táncolnom. Ugye ezt a koreográfiát a Noberecki Zolira csinálták, aki rettentő jól mozog. Illetve nagyon nehéz dalokat kell énekelnem, meghalok a darabban. Tehát minden benne van ebben a szerepben, ami igazából nagyon nehéz dolog. Mennyiben változott meg most az életstílusod emiatt? Nyilván rengeteg próbád van most. Hogy néz ki például egy napod? Hát általában a következő napomat délután 6-kor tudom mindig meg, ami nagyon zavaró, mert szeretek előre tervezni mindenféle dologban, de mindig megnézem a próbatáblát, és akkor látom, hogy mondjuk 10-től táncolok 2-ig, akkor 3-től 5-ig korrepetícióm van, ami azt jelenti, hogy megtanulom a dalokat, és 6-tól mondjuk 10-ig beálló próba, ami azt jelenti, hogy megmutatja a rendezőasszisztens, hogy mikor, hova kell mennem. Mert ez is nehéz egy darabban, hogy minden meg van úgymond rendezve, és én beállok most. Tehát ez a darab 7 éve fut a színházban. Szóval minden helyet meg kell tennem, mikor, hova megyek, mit mondok, és mit énekelek, hogyan, mi a tánc, merre van, kivel, milyen viszonyom van a partnerekkel, szóval nagyon nehéz, de rettentően élvezem. Minden este nézem a DVD-t, odaírom a szövegkönyvbe, hogy mikor, hova megyek, mit kéne csinálni, átgondolom a dolgokat, hogy minden mondat mögött mit akar mondani ezzel a Mercutio, és ez nagyon izgalmas dolog. És kifejezetten örülök neki, hogy meghalok a darabban, mert ez egy... Szerintem ez a nézők is. Csak már korábban várták, korábban várták. Ez egy nagyon nehéz feladat, és egy nagyon, nagyon jó dolog, amit hogyha ügyes az ember, akkor nagyon meghatóan tud csinálni, és ez a célom. Mi a terved, ami mondjuk ezt az évet illeti? De beszéltünk már arra, hogy alapvetően a mint színház, ott miket szeretnél elérni, illetve a pop szakmában, mint énekes. Rengeteg tervem van, de mindegyik a színházhoz és ugye a pop szakmához kapcsolódik. Erre az évre, hogy sikeresen meg tudjam csinálni Mercutio szerepét, illetve szeretnék még egy videóklipet az idén. Mind a két szállat szeretnéd továbbvinni? Tehát a szín... Természetesen. Szerintem mind a kettő erősíti a másikat, és egyiket sem akarnám abba hagyni soha. Tehát attól, hogy mondjuk most több dolgom van a színházban, az nem azt jelenti, hogy mondjuk nem akarok aktívan részt venni a popzenében, nem akarok videóklipet, nem akarok új dalt. Ez ugyanúgy a részem, mert úgy érzem, hogy a videóklipekben mutatom meg azt, hogy igazából milyen vagyok, tehát milyen életkorszakban vagyok. Hogyha megnézzük, 3 videóklipem van eddig, szerintem mindegyik teljesen más. Uh-huh.
akár a szövegét nézzük, akár a dalt. Most az újnak például én találtam ki, hogy miről szóljon, én is írtam a szövegben nagyon sok részt. Ilyenben is gondolkozol különben, hogy zeneszerzés, szövegírás? Zeneszerzésben újabban? Nem, de szövegírásban abszolút. Abszolút. Ugyan tudatosan nem képeztem még tovább magam ebben, de úgy érzem, hogy tudnék szövegeket írni, mint az új dal is bizonyítja. De ezt én mondjuk csak akkor tudom, hogyha van valami impulzus, amiből ez kirobban. Tehát olyan dologról, amit nem éltem át, nem nagyon tudok írni. Mi az, ami inspirált téged? Hogy elkezdtél most szövegeket írni? Szeretném még jobban magaménak tudni azt, amit csinálok, és úgy éreztem, hogy erre jelen pillanatomban a szövegírás a legmegfelelőbb, meg hogy mondjuk a videoklip felépítésében, kitalálásában részt veszek, és úgy éreztem, hogy itt az ideje, és pont ért egy hasonló jellegű csalódás, mint amiről a dal szól, és erről írtam. Milyen csalódás? Nem beszélhetünk szerelemről vagy párkapcsolatról, de hogyha ismered a dal szövegét, akkor egy lányban való csalódás. Hát Bence, kívánom neked, hogy megtaláld a párodat, akár legyen ez civil vagy szakmabeli egyrészt, másrészt pedig, hogy mindkét szál, tehát a színház is és a pop élet is menjen tovább, és hogy folyamatosan fejlődj, és köszönöm szépen neked, hogy itt voltál. Most pedig nem maradt más hátra, mint a játék. A kérdésünk az, hogy milyen szerepet fog játszani Bence az Operett Színházban, pontosabban kinek a szerepét. A válaszokat, mint mindig, így most is a Music Plus Facebook oldalára várjuk. A nyeremény pedig, Bence, mivel készültél? Készültem egy dedikáló kártyával, illetve megjelent egy ilyen válogatáslemez, a Gold Record válogatáslemeze, amin többek között az én dalom is rajta van, a Fogadja légy, illetve nagyon sok előadó dala, úgyhogy ezt dedikálva szeretném majd odaadni a nyertesnek. Nagyon szuper, köszönjük szépen, akkor a nyertesnek mennek majd ezek az ajándékok. Köszönöm szépen, hogy néztetek bennünket, tartsatok legközelebb is velünk, szevasztok!